Néhány évvel ezelőtt még elsősorban a felhalmozott adósságok miatt lehetett hallani Gáva Vencsellőről, mára azonban már sikerült konszolidálni a település anyagi helyzetét. A biztonságos üzemeltetés mellett a nagyközség vezetése a közfoglalkoztatás hatékonyságának növelését és a kisebb, de mégis szükségszerű beruházások kivitelezését tűzte ki célul erre az évre. Kisebb aszfaltozások, illetve hát volt egy szennyvízberuházásunk, amelynek ez év végén kell záródnia, illetve egy folyóvizes beruházás volt a hátrányos helyzetű emberek számára. Tehát mégiscsak azt mondanám, hogy jelentős beruházások voltak, de ettől azért többre vagyunk hivatottak, és nagyobb céljaink is vannak. Ezeket a célokat pedig elsősorban turisztikai beruházásokkal valósítaná meg az önkormányzat. Már folynak az előkészületek a Tisza két partját összekötő híd újraépítésén Kenézlő irányába. Így Balsával kiegészülve a három település egy túraútvonal építését generálná a Bodrog irányába. Emellett a vízi turizmus fellendítése is a tervek között szerepel különböző beruházásokkal. Azért kezdtünk el egy komoly turisztikai fejlesztésben gondolkozni a Tisza parton, főleg a Kishajókikötő, illetve a lerobbantott híd környékén, a Vencsellői részen, amely a legnagyobb potenciálja lenne a kitörési gondolkodásainknak. Tehát ott van egy kastélyunk, ott van egy apartman jellegű, turisztikailag már-már használható ingatlanbázis, illetve egy kacsató, amely gyönyörű természeti adottságokkal rendelkezik, újra próbáljuk generálni a strandot, illetve hát beindult a lakóhajós turizmus a Tiszán és a Bodrogon, de mindenképp szeretnénk egy megállót generálni, hogy itt megálljanak a településünk mellett. Az infrastruktúrális fejlesztések mellett az oktatási lehetőségek bővítése és a felzárkóztatás is nagy szerepet kap Gáva Vencsellőn. A Leonardo Média Akadémia által többrétű informatikai oktatás vette kezdetét. A település emellett néhány héttel ezelőtt csatlakozott a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság felnőtt képzési programjához, melynek keretében hátrányos helyzetű lakosok szakmatanulását támogatják.